Más, kövessétek nyomon az én egynapomat. Fiúk és lányok a peronon, mindenki kép. Itt vagyunk egy közeli kedvenc reggelizőhelyemmel, és azonnal kaptam a hírt, hogy kell javítanom egy dalszövegbe egyetlen egy szót. Olai Bajának volt szerencsém írni egy szöveget. Pupilláink szó nem ment át a rostán, ami még egész jó, mert egy dalszövegbe egyetlen egy szó nem stimmel, akkor az működik. Úgyhogy ezt gyorsan meg kell oldanom, mielőtt nekiesek a reggelinek, és tovább megyünk. Na jó, remek reggeli után, akkor nézzünk be a stúdióba. Na meg is érkeztünk itt még a Bungee-rekhoz, mert Somogyvári Dani meg a Bence már várnak minket. Come on! Csináljuk, és van egy új nóta. És akkor úgy lehet. Hol? Már csinálom. Az új EP-nkkel lesz rajta, tulajdonképpen tök friss a dolog, és a gitársávokat meghoztam, úgyhogy ezt most behúzzuk, úgy fest. Ahogy a fenn... Nekem alapvetően az Anti-Fitness Club nyomán ismerett a nagy közönség, 13 évig volt ez a zenekar, és tavaly év végén azt mondtuk, hogy a zenekar ezennel bezárja a kapuit. Mindannyian új inspirációkat kerestünk, meg új utakon indultunk el, illetve rengeteget változtunk az együtt töltött 13 év alatt ahhoz, hogy világosra válja számunkra, hogy új dolgokban is szeretnénk kipróbálni magunkat. Szóval tavaly év vége óta csinálom. A Jetlag új dalának, a Keresem a bajt című notának forgatjuk a vizuálját, úgyhogy gyertek velünk! Itt vagyunk egy filmstúdióban, itt készülnek a második forgatási nap jelenetei, ahol túlszul vagyunk ejtve, illetve fogva vagyunk tartva, és fenyeget minket elképesztően borzasztó módon a főhős színésznő, és elképesztő játszás van. A szituáció szerint túlszul vagyunk ejtve, fogva vagyunk tartva, össze vagyunk kötözve, a Gubi Kági, a főhős pedig elképesztően fenyeget minket, aki átváltozik meg különböző karaktereké. Lesz még egy újabb forgatási nap, ahol a repülőteres jeleneteket fogjuk felvenni. Úgyhogy így fog összeállni ez az egész szett. Nagyon-nagyon sok munkánk van benne, meg rengeteget agyaltunk rajta. Nagyon bízom benne, hogy a végeredmény az hasítani fog. Nagyon izgalmas. Hangom már nincs, mert már kiordítottam magamat. A hölgy meg szétépi a ruházatomat, de hogy minden szuper.
Elég erős volt azért ez a mai nap, azt gondolom, volt benne minden, de azért korán sem vagyunk kész a klippel, még semmiképp, van még egy forgatási nap, úgyhogy ezt tovább fogjuk vinni. Aztán holnap meg már kezdjük a próba folyamatot, illetve indul a felkészülési időszak, hiszen január 21-én a jetlag első bemutatkozó bulija lesz itt az akváriumban, úgyhogy autentikus helyszínen ültünk le lezárni ezt a mai napot. Rengeteg minden van még előttünk, egészen kemény időszak ez, de nagyon várjuk már, hogy végül bemutathassuk azt, amivel együtt készültünk nektek, úgyhogy kemény lesz, várunk szeretettel mindenkit. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ez volt az én egy napom, én Molnár Tamás voltam, kövessétek a jetlaget a Facebookon, az Instán, de ciao.